Én köszönöm és elnézést, hogy egy kicsit megvárakoztattam titeket. Van-e valakinek valami problémája, hogyha tegeződök? Ez amúgy is a startup világ alapvető kommunikációs műfaja. Fél órán van, úgyhogy nem fogok tudni fél órában beszélni, de majd megpróbálom annyira összesűríteni a mondandómat, amennyire lehet. És akkor rögtön kezdeném az elejétől, itt van a léptető. Egy röviden megpróbálom bemutatni magamat. 90-ben kezdődött igazából a karrierem magyarországi turizmus keretein belül. Nem tudom, hogy ki mennyire jártas a turizmus területén, hogyha nem, akkor én mindenféleképpen tudom ajánlani egy nagyon-nagyon jó tréning terület, ahol nagyon sok döntést lehet hozni, nagyon gyorsan lehet visszajelzést kapni az adott döntéseknek a hatékonyságáról, és mellette lehet pénzt is keresni. A következő lépés, amit fontosnak tartok feleleveníteni, az, hogy 93-ban elhagytam Magyarországot, elmentem Amerikába, Cornell Egyetemre, mi vagy Magyarországon nem vettek fel egyetemre, és ott egy 5 éves ösztöndíjat kaptam undergraduate és MBA programokra, aztán 98-ban elmentem a megboldogult Lehman Brothershez dolgozni, Wall Streetre, ahol 5 évet töltöttem 2003-ban, tehát nem 2008-ban, hanem 2003-ban. Hazajöttem Magyarországra, és először értékpapírosítás tanácsadásra foglalkoztam, amit most nem magyarázok el, mert elég bonyolult lenne, és nem feltétlenül érdekes. És 2004-ben pedig megalapítottuk a HILD életjáradékot, amiről lehet, hogy néhányan már hallottak. 2005-ben pedig az OTP életjáradékot, ennek a két cégnek az összértéke. Amikor megálltunk 2008 végén, akkor 48 milliárd forint volt. Annak ellenére, hogy mindenki azt mondta előtte, hogy Imre, ne csináld, mert úgysem fog sikerülni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy elég szép eredményt tudtunk ezzel elérni. 2008 végétől, 2009-től az úgynevezett Primus Venture Capital nevű alapnak a keretében dolgoztam, és elsősorban azzal foglalkoztam, hogy megnéztem, milyen tervekkel jönnek ehhez az alaphoz a különböző vállalkozók, és mennyire életképesek azok a vállalkozások. Röviden, általában a kérés az mindig az volt, hogy adjunk nekik pénzt, a válasz pedig az volt, hogy nektek nem pénz kell. És ez igazából egy mottoja is lehet a magyarországi startup világnak jelenleg. A legtöbb dolog már ingyen van. 2012-ben pedig 2012 végén megalapítottuk az iCatapultot, amelyik igazából már egy intézményes rendszert, egy intézményes struktúrát adott ennek a folyamatnak. Három fő része van az iCatapult tevékenységének: oktatás, magvető finanszírozás, tehát egy alaptőke finanszírozás egészen 50 millió forintig, és nemzetközi piacra jutás. Na most ezeket nem csak így általában egy nagy általánosságban lózungokba szoktunk lebonyolítani, nem arról van szó, hogy kiküldünk egy PDF-et, és elvárjuk, hogy elolvassák, és hogyha nem olvassák el, akkor sincs semmi baj, mert szeretünk mindenkit, hanem nagyon keményen behajtjuk ezeket a leckéket. Nemzetközileg elismert trénerek, startuperek jönnek Magyarországra képezni a csapatainkat, akik akkor még nem igazából a csapataink, és ezt nem is tudják, ebben a körben elmondhatom. Úgy készülünk, hogy majd kiválasztunk közülük néhányat, akivel jó együtt dolgozni, és akik igazából értik, hogy mitől döglik a légy. Amikor ez a kiválasztás megtörténik, akkor adunk egy ajánlatot, és utána pedig kisvártatva, kb. Egy hónappal később megyünk Amerikába. Ez elsősorban New Yorkot szokta jelenteni, másodszorban pedig Silicon Valley-et, és az is, amikor elmegyünk erre a két területre az Egyesült Államokban, ez sem városnézés, ez sem turistáskodás, hanem megérkeznek pénteken, hétfőn már vannak találkozóik. Először azt mondjuk nekik, hogy két találkozójuk lesz, de aznap lesz 6. És aztán rájönnek éjfélkor, hogy még mindig pitchelnek, még mindig a munkájukkal foglalkoznak, hogy ez innentől kezdve 24 órában ez lesz az életüknek a jelentős része. Amiről most itt beszélni fogok, az elsősorban a startup, illetve a lean startup metodológia. Korábban ugye hallhattuk, hogy mi van akkor, amikor gyönyörű eredményeket lehet bemutatni, különböző csapatok gyönyörű eredményeket lehet bemutatni, de nézzük meg, hogy igazából milyen munka vezet oda. Hogyan lehet legcélszerűbben elérni sikert a startup környezetben. Ugye mi a startup? Ennek ugye van több definíciója, az egyik éppen Eric Riese, aki ebben a könyvben is ezt a definíciót alkalmazza, ez a Human Institution. A lényeges a human, illetve az extreme uncertainty, tehát egy extrém bizonytalanság közepette működő emberi intézmény a véleménye szerint a startup. Az ő oktatója Steve Blank, aki a Stanfordon tanította még annak idején Eriket, azt mondja, hogy egy olyan szervezet, amelyik keresi a megoldást. Nekem ez sokkal jobban tetszik, megmondom őszintén, de hát nem lennék itt, hogyha nem lenne egy saját verzióm is.
ezt bocsássátok meg nekem, én inkább úgy mondanám, hogy egy olyan embercsoport, amely meg akarja hódítani az ismeretlent. És itt viszont az ismeretlen a lényeg. A legtöbb startup azt hiszi, hogy tudja, hogy mit kell megoldani. És itt rejlik a legfőbb buktató is, azt hiszi, hogy csak arra kell optimalizálni, és csak arra kell egy megoldást elállítani, pedig nagyon sokszor mellélőnek. Mi a célja egy startupnak? Kicsit szarkasztikus ez a slide, de hamar túljutok rajta. Hát egy startup az nem versenyű faj. Tehát nem azért jön létre egy startup, hogy versenyezzen, hogy díjakat nyerjen. Az egy más műfaj. A startupnak nem ez a célja. Nem is az a célja, hogy a Forbes-nak a címlapján legyen, vagy bármilyen más újságban legyen. Ez nagyon jó dolog, meg kellemes, de nem ez a fő célja. Megint csak nem célja egy startupnak, hogy meggyőzzön befektetőket. Se a meggyőzés nem egy jó tevékenység a startup részéről, és a befektető se egy jó célpont az első időkben. Elsősorban azért mondom ezt, mert a legtöbb startup ezzel szeret foglalkozni, ugye létrehozza az ötletét, és azonnal meg akarja győzni a befektetőket. Erről szól jelenleg Budapesten a startup ökoszisztéma elég nagy részben. Ez nem feladat a startupnak, és még csak nem is az, hogy egy ötletet generáljon. Na de akkor mi lehet a startupnak a feladata? Ja, igenis, nem is az, hogy egy olyan dolgot hozzon létre, ami senkinek nem kell, még ingyen sem. Ez egy nagyon megalázó mondat, de tényleg nagyon sok olyan startup van, aki elkölt rengeteg energiát, időt, pénzt a sajátjából, meg másikból is, létrehoznak valami olyasmit, aminek egyetlen ügyfele sincsen. És amikor van egy ügyfél, akkor felhív, hogy megvan az első ügyfél, de hogy ezt hogyan fogja skálázni, arról természetesen semmilyen ötlete nincsen. A startupnak egyetlen lényege az, hogy egy olyan működőképes és ismételhető profitábilis bizniszmodellt rakjon össze, amelyik az ügyfelek részére értéket tud folyamatosan szolgáltatni. Ha ez megvan, akkor innentől kezdve minden van. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy a profitábilis bizniszmodell az egy lényeges szó, de feltétlenül nincsen benne még az elején a pénz. Régen, a 2012-13-ig ez volt igazából az alapvetés, amit mindenki követett a startup szénában. Mi kell ahhoz, hogy egy sikeres startupot legyen? Kell egy ötlet, meg kell győzni valakit, hogy adjon rá pénzt, le kell gyártani a prototípust, és utána pedig fel kell venni egy szélzest, aki eladja. Mert hogy ő maga nem tudja eladni, a vállalkozó az eléggé gyakran előfordul sajnos. Ugye ez alapvetően lehet hallani a hangsúlyból is, hogy alapvetően nem a célra vezető módszer, hiszen a vállalkozónak saját magának kell a legjobb bajnokának lenni a terméknek. Tehát a termék és ő az gyakorlatilag, illetve az alapító csapat az szinte egyek. Sokszor előfordulnak a jó startup csapatoknál azok a helyzetek, amikor szerepet cserélnek alapítók, és egymás helyet próbálnak eladni, egymás helyet próbálnak döntéseket hozni, mert annyira fontos, hogy egységben legyen a termék és a csapat. Tehát nem ez igazából az üdvözítő megoldás, tehát ezt én akkor el is felejtetném veletek, és a helyes megoldás az ez. Először a termékkel kell kezdeni. A termék az nem véletlenül nem ötletet írtam oda. A termék az, amelyik már egy megoldás egy létező problémára. Ez a létező probléma, ez nem a vállalkozó fejében kell, hogy létező probléma legyen, hanem egy valós, szemmel látható piac fejében kell, hogy egy valós probléma legyen. Erre létrehozol egy terméket, és hogyha kell, akkor létrehozol egy csapatot néhány alapítótársal együtt. Ez se feltétlenül szükséges az elején. Nagyon nagy előnye van annak, hogyha valaki egyedül megszállott módjára tud dolgozni, ugyanis az első időszakban a hatékony ügyfél felfedezés, a úgynevezett customer discovery mindennél fontosabb, és ebben ez a rész az eléggé unalmas, eléggé struktúrált, szisztematikus gondolkodást igényel, és akkor többen vannak egy ilyen csapatban, az szét tudja vinni a fókuszt és a figyelmet. Tehát az elején nagyon fontos, hogy a termék és a piac egysége meglegyen, ezt hívják product market fitnek. Ez az, amit nagyon nehezen tudnak elérni startupok. Ha ez megvan, akkor lehet erre céget csinálni, lehet KFT-t alapítani Magyarországon, Angliában, Amerikában, Kajmán-szigeteken, bárhol máshol, ez már csak forma. A tartalom a lényeg. A tartalom az, hogy erre a termékre igenis van szemmel látható kereslet a világpiacon. És utána lehet céget alapítani erre. A Lean metodológia gyakorlatilag ezt az egész folyamatot egyszerűsíti le, és dob mögé egy struktúrát. Bármit feltételezze jelenleg a termékedről, legyen az egy fizikai termék, legyen az egy internetes termék, biztos, hogy tele van feltételezésekkel. Később majd lesz egy játék ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit ébren tartsak mindenki. Tele van feltételezéssel, ezeket hipotéziseknek hívják az egyetemeken, mert ott ugye ezek általában drága privát egyetemek, ahol sok pénzt kell fizetni a tandíjért, de igazából magyarul ezt feltételezésnek kell hívni. Elképesztő mennyiséget feltételezünk, minél intelligensebbek vagyunk egyébként, annál több feltételezéssel élünk, mert azt gondoljuk, hogy tudjuk.
És ez egy nagyon érdekes intellektuális csapda. A legjobb dolog az az, hogyha nem saját magunknak hiszünk, hanem a valós piacnak, és ahogy Steve Blank szokta mondani, kifelé az épületből. Ez azt jelenti, hogy nem abban a filter bubble-ban, nem abban a szociális hálóban és szociális közösségben teszteljük az ötletet, amiben mi magunk élünk, hanem kilépünk az épületből, és megkeressük azokat az embereket, akik a leginkább, a legjobban képviselik a célzott piacot. Hogyha ez a saját társasági körünk és a célpiac ugyanaz, akkor természetesen ez jó, hogyha azt a baráti kört célozza meg a vállalkozó, de az eseteknek a 95%-ában nem erről van szó. Ennek ellenére a legtöbb magyar startup nem csinálja ezt, tehát nem lép ki a piacra és nem közelíti meg a saját piacának a résztvevőit. Olyannyira nem teszi ezt meg, hogy nem csak fizikailag nem lépnek ki az épületből, mert fizikai kilépésről van szó különben, hanem kérdéseket sem tesz fel. Olyannyira nem tesz fel kérdéseket, hogy amikor megkérdezzük tőle, hogy hány ügyfélinterjút bonyolított eddig le, akkor rákérdez az ügyfélszóra. Tehát annyira nem értik, hogy az ügyfél a lényeg, nem a befektető, meg nem a díjak, és nem a termék, hanem minél több ügyfél valós problémáját kell megoldani ennek az adott terméknek, vagy szolgáltatásnak. Egyik dolog, amit nem tesznek, nem kérdeznek, és amikor túlteszik magukat ezen a lehető legnehezebb feladaton, hogy a vállalkozó megmeri kérdezni a valós piacától, hogy ők mit gondolnak arról az értékajánlatról, amit ő megfogalmazott, ha megmeri kérdezni, akkor nagyon sokszor nem hajlandó meghallgatni a választ. Tehát ezt most mondom átvitt értelemben, meg gyakorlatilag is. Tehát nagyon sokszor meghallgatja a választ az, hogy hát ez nem érdekel annyira, meg nem tetszik annyira, akkor a rögtön ezután érkező választ a vállalkozótól, hogy rossz embert kérdeztünk. Tehát nyilván a piac nem érti őt, és nem pedig ő nem érti a piacot. A harmadik, ami a Lean metodológiának az alapja, hogy az ügyfeleid közös tudása mindig meghaladja a te tudásodat, és erre célszerű figyelni, nyitott fővel kell járni. Ha egy szlájdban kell összefoglalni a Lean metodológiának az alapját, akkor az ez. Megépíted, méred, megépíted a prototípust, de lehet, hogy ez a prototípus ez csak egy PowerPoint slide, egészen egyszerű módszertanul megépíted. Kiteszed beta piacra, kiteszed annak a néhány beta tesztelőnek, akinek a véleményében megbízol, és akiről feltételezett, hogy tényleg meg is fogja nézni, és végig fogja kattingatni az adott terméket, és minden egyes tapasztalatot szinte vallásosan követve rögzítesz és mérsz. Ha ezt a módszertant követi egy startup, akkor nagyon nagy valószínűséggel sikerre fog jutni. Nem egy hét alatt, nem két hónap alatt, de végeredményben sikerre fog jutni, mert ez garantálja azt, hogy végül rá fog találni arra a lehetőségre, és rá fog találni arra a megoldásra, arra a lehetőségre, ami igazából sikert fog neki jelenteni. Hát ahogy az előbb is említettem, tehát az elején tippelgetnek, ugye kitalálják azt, hogy körülbelül ez a termék, erre a termékre lenne szükség, erre a fajta értékajánlatra van szükség, kb. Ennek a piacnak. És ez a két dolog az általában nincsen harmóniában, ez gyakorlatilag ezt a folyamatot mutatja ez az ábra, hogy ahogy megyünk előre, ahogy tudunk meg egyre többet az adott piacról, az adott piaci szegmensről, annál inkább konkretizálódik a termék, annál inkább tudjuk megfogalmazni, hogy mi igazából az értékajánlat. Nem hiszitek el, de nagyon sok startup nem tudja megfogalmazni az értékajánlatát. Ez nem egy kétperces pitch, ez általában egy 5 szavas mondat. Az az értékajánlat, hogy ő mit ad az ügyfelének, és az mitől jobb, mint amilyen megoldást jelenleg az ügyfél használ. Nem tudom, hányan láttátok már ezt a modellt, ez a tipikus, úgymond, business model canvas, de tipikusan ezt hívják business plannek, gyakorlatilag a lean körökben. A business plannel, az üzleti tervvel kapcsolatban Steve Blanknek van egy nagyon jó mondása, hogy még nem volt olyan üzleti terv, amelyik túlélte volna az ügyfelekkel való találkozást. Ezt Mike Tyson, a boxoló, ezt úgy fordította le, hogy mindenkinek van egy terve, ami pofán nem vágják. De röviden itt is arról van szó, hogy a business plan sajnos nagyon-nagyon sok lehetőséget enged az álmodozásra, a tervezgetésre, hogy majd 3, 5, 10, 17 év múlva mi fog történni a céggel, és ebben el szoktak veszni a nagyon lelkes, kreatív vállalkozók, és nem fokuszálnak arra az egyetlen fő lényeges részre, amit pont a közepén van a business model canvasnek, hogy mi az az érték, amit ő valójában ajánl az ügyfelének. Aki ezen a,
ezen a canvas-en, most nem fogok végigmenni az összes részlet, ez 9 területet ölel fel, a 9 központi működési területet öleli fel egy startup életének. Ha ezzel tisztában van a startup, akkor nagy valószínűséggel már tudja, hogy körülbelül hol tart, és tisztában van azzal, hogy melyek területek a gyengeségei, és melyek azok, amelyek mindenféleképpen a saját erősségét jelentik. A Business Model Canvas ugyanakkor, mivel hogy egy eszköznek tűnik, úgy tűnik, hogy csak ki kell töltögetni, és akkor onnantól kezdve rendben vagyunk. Hát ez egyáltalán nem így van. Ezeket a feltételezéseket, amiket oda felírogatnak a fiatal vállalkozók, ezeket folyamatosan tesztelni kell. Nagyon-nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy a legjobban célzó puska is mellé tud lőni, hogyha nem értük ezekbe kerül. Itt ugyanerről van szó. Tehát ez egy jó modell, ez egy jó eszköz, de hogyha nem következetesen és nem szabályszerűen használják, tehát nem következetesen építik a canvas-t az eredeti tervnek megfelelően, tehát ha nem a value propositionból indulnak ki, hanem mondjuk a bal felső sarokból, vagy pedig azokból a részekből, amiket már tudnak, vagy azt gondolják, hogy tudják, akkor feltétlenül félrevezetik saját magukat. De ez egy jó eszköz. Mutatok majd később más ehhez hasonló eszközöket is. Ez az, amiről az előbb is már beszéltem, hogy a hipotézisek azok gyakorlatilag ötletek. Az ötletek azok hipotézisek, tippek. És egy tipp arról, hogy mi a piac, tipp arról, hogy mi a termék, tipp arról, hogy mi a probléma, és persze egy tipp arról, hogy pont az a csapat végre tudja majd hajtani azt a megoldást, és pont azon a csatornán keresztül, azon az disztribúciós hálózaton keresztül, amit kinéztek maguknak. Tehát ez 5 tipp, ez mondjuk a 90 számjegyes lottóban ez egy nagyon jó dolog, de egy megfinanszírozandó biznisznél nem annyira jó. És akkor így szoktuk azt mondani, hogy azok a value propozíciók, amiket megfogalmaz a startup, az két nagy halmazba esik, az egyik a vitamin, a másik az orvosság. A vitamin az a nice to have. Reggel fölkelünk, bedobunk egy vitamint, ha nem veszünk be, ha elfelejtjük bevenni, nem történik semmi aznap, lehet, hogy csak hosszú távon lesz valami probléma, de azért jó, hogyha bevesszük. Ha betegek vagyunk, reggel fölkelünk és nem veszünk be az orvosságot, rosszabbul leszünk, tehát az mindenképpen egy must have, egy szükséges valami. Minden startupnak a lényeg az lenne, tehát a profitabilitásra törekvő startupnak az lenne a lényeg, hogy egy must have terméket alakítson ki, ami nélkül az ügyfél úgy gondolja, hogy nem akar élni, nem akar működni, nem akar dolgozni, nem akarja azt az adott üzleti területet, vagy felhasználási területet továbbiakban használni, mert csak az ő terméke kell az ügyfélnek. A validáció az, amit nagyon sokszor egy-két napot használnak rá, vagy szánnak rá a startupok, ami természetesen helytelen, hiszen nincsen sehova leírva, hogy milyen hosszú legyen a validáció. Lehet, hogy fél óra, lehet, hogy 3 hónap. Attól függ, hogy mennyire van az az adott value propozíció összhangban az ügyfél igényekkel. Nagyon fontos, hogy bármit tesz a startup, az következetesen mérnie kell. A mérés gyakorlatilag a startup lételeme. Az MVP, ezt nem tudom mennyire ismertek ezt a kifejezést, ez a Minimum Viable Product, tehát a minimálisan működőképes termék megépítése, az a lépés, amikor igazából ki tud menni már élesbe a startup, megnézte a tesztpiacot, megnézte a beta felhasználóknak a visszajelzéseit, és amikor úgy gondolja, hogy egy igazából életképes terméket tud a piacra dobni, akkor azt MVP-nek szokták hívni. Eric Ries különben mostanában már a könyvnek az új példányában már ezt átírta, tehát már nem MVP-nek hívja, hanem MVI-nek. Tehát nem terméknek kell feltétlenül lenni ennek a fázisnak, hanem ez egy kísérlet is lehet. Ez egy feltételezésre alapuló kísérlet, tehát nem kell feltétlenül hosszadalmas fejlesztési munka eredményének lenni az MVP-nek. És természetesen mérni kell a traction, mérni kell azt, hogy mekkora pozitív visszajelzés a piacról. Ennek a pozitív visszajelzésnek azért célszerű szemmel látható mértékűnek lenni, csak úgy ötletet adok nektek, egy jó startup visszajelzés az nyilván az, hogy a felhasználóknak legalább az 5%-a folyamatosan használja a terméket, és ez az 5% az új felhasználók hozzáadásával hetente 5%-ot is növekszik is. Tehát ez az ökölszabály, ami azt mondja, hogy akkor rátalált a megfelelő termékre a startup. Hogyha bármilyen segítség kell egy startup vagy egy új projekt indításához, akkor ezeket tudom ajánlani. Ez a
javelin, tehát gerely, vagy a gerelyhajító sportágnak a analógiájára. A javelin egy nagyon jó eszköz, a quick MVP, amivel gyorsan lehet tesztelni ötleteket, illetve a lean launchpad. A nagyon vállalkozó kedvűek ezzel kezdjenek, mert ez a legkeményebb. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly intellektuális kihívás ezen végigmenni. Két és fél éve csináltunk egy Next elnevezésű Experiential Learning kurzust, az két hónapon keresztül tartott, és egybehangzom mindenkinek az volt a véleményem, hogy ez volt a legnehezebb része a kurzusnak, mert ez annyira kőkeményen rákényszerít arra, hogy analitikus, objektív és folyamatosan mérésekkel operáló legyél, hogy gyakorlatilag megerőszakolta nagyon sokszor az intellektuális munkafolyamatait a startupnak, de természetesen a jó értelemben, tehát innentől kezdve tudták, hogy minden döntésüket adatokkal kell alátámasztani. No, a lényeg az különben a startupok esetében is, és akkor itt ugye egy kicsit átevezünk a könnyedebb területre, hogy az értékajánlat, tehát ahogy mondtam, az értékajánlat a leglényegesebb rész. Itt lehet látni például ez egy nem tipikus startup környezetből származó ábra, ugye az van a táblára írva, hogyha ennek neki mész, akkor annak a hídnak is neki fogsz menni. Ezt körülbelül 3 másodperc ezt elolvasni. Ennyi ideje van általában egy sofőrnek egy-egy ilyen jelet elolvasni. Tehát ez egy nagyon jól megfogalmazott értékajánlat, mert tudják, hogy csak 3 másodpercünk van, át kell, hogy menjen az információ. Megsúgom, hogyha internetes terméket fejlesztetek, akkor 8 van. Tehát 8 másodpercetek van általában ezt a fajta élményt elérni. Van egy másik, ami a kedvencem az értékajánlatra, mert ugye az értékajánlatnak nem kell feltétlenül egy absztrakt és nagyon szépen cizellált és akadémikus formát öltenie. Ez Budán van, a Budai hegyoldalban, mindjárt kinagyítom. A Budai hegyoldalban egy kis ABC-nek a bejáratához van ez kiírva. A Coca-Cola-s táblát használja természetesen, tehát nem is költött táblára ő saját maga. És azt írta rá, hogy a másik bolt messze van. Ez egy rendkívül röviden, velősen, ennél rövidebben nem lehet már megfogalmazni, nagyon velősen megfogalmazott üzenet. Nem tudom, figyelitek-e, viszonylag nagy betűkkel van írva, szépen. Ahogy mondtam, ez egy budai hegyoldalban van, ez az utca, ez vízszintesen van a hegyoldalban, minden más bolt, minden más kis ABC az a hegyoldalnak az alján van. Nem tudom, mennyire ismertek a budai környezetet, ezen a budai hegyoldalon elég sok nyugdíjas lakik. És ők nem szeretnek lemászni a hegyről, és utána pedig visszamászni erre a hegyre a pakjukkal. Tehát ő számukra valójában ez az érték. Ez legalább közel van. Az, hogy ezt kimer ide írni ez a boltos, ez azt is tükrözi, hogy tudja, teljesen tisztában van azzal, hogy hol van a konkurenciája, valószínűleg tisztában van az áraival is. Jól meg tudja fogalmazni, hogy mi az az értékajánlat, amit ő saját maga kommunikálni szeretne az ügyfelének, a Coca-Cola-nak a költségén. Ez egy rendkívül megnyerő jellemzője egy vállalkozónak. Na és akkor itt jön az a kis történet, hogy játsszunk egy picit. Ezt a történetet nem tudom, hogy hányan ismerik közületek, amit a következőben föl fogok olvasni. Aki ismeri, az, ha lehet, akkor kérem szépen ne roncsa el a többieknek az élményét, mert lesz. Fel fogom olvasni, és van 10 másodpercetek, hogy megmondjátok a választ. Aki tudja a választ, az majd tegye fel a kezét. Remélem, hogy lesz olyan, aki azonnal tudni fogja a választ. A többiek azok jó, hogy ülnek, mert már szerintem utána csodálkozni fognak, hogy mi a válasz. Tehát itt a történet, mondom magyarul. Tehát apa és fia hegyet másznak. Mind a ketten lezuhannak és megsérülnek. Az egyik mentőhelikopter az apát egy győri kórházba viszi, a másik mentőhelikopter a fiút egy budapesti kórházba viszi. A fiút azonnal betolják a műtőbe Budapesten, a sebész belép a műtőbe, ránéz a fiúra és azt mondja, nem műthetem meg ezt a férfit, mert ő a fiam. Hogy lehet ez? Két kéz ment föl, ez azt jelenti, hogy csak 3 kéz ment föl, ez azt jelenti, hogy 3-an tudják a választ? Többiek nem tudják a választ? Tippelni se akar senki? Elmondom, milyen tippek szoktak előfordulni. Elképzelhető, szokták mondani, hogy két apja van.
az illetőnek. Én nem tudom, hogy ezt hogy tudják megvalósítani, de hát ugye manapság, amikor ugye gay rights meg egyebek, tehát lehet, hogy tényleg két férfi, de nem ez a megoldás. Van, aki azt mondja, hogy ez már egy nagyon előre haladott formája a DNS manipulációnak, és gyakorlatilag klónozták az apát, és akkor így van belőle kettő. Hát, ha valamilyen csűrcsavar van a történetben, rosszul mondtam, nem mondjam el még egyszer, stb. Stb. Nem kell elmondani még egyszer, mindenki értette elsőre. Tehát akkor mi a megoldás? Azt hiszem, te kezdem mondta az első. Az édesanyja a sebész. Jó. Tehát hányan döbbentünk meg? Ugye? Ez a leg... Elmúlt 15 év tapasztalat alapján az egyik legjobb demonstrációja annak, hogy mennyit feltételezünk. Hagyjuk magunkat félrevezetni, én jó sokszor elmondtam, hogy az apa meg a fia, az igaz, meg férfi, ebből hagytátok magatokat félrevezetni, de a lényeg az az, hogy a legkézenfekvőbb megoldás nem jutott eszébe elég sok embernek, inkább nem mondom, hogy hánynak, de viszonylag soknak nem ugrott be elsőre, mondjuk így, legyünk diplomatikusak. Ez csak annak a demonstrációja, hogy a legegyértelműbb dolog is el tudja kerülni a figyelmünket, hogyha egy picit a látszat nem olyan, amire számít. A lényeg az egésznek az az, hogy a jó startup az igazából folyamatosan adaptálódik a környezetéhez. Nem azt mondja, hogy én kitűztem magam elé egy célt, és azt mindenáron el fogom érni, az a nagy vállalatok dolga. A startupnak az a dolga, hogy folyamatosan adaptálódni tudjon a környezetéhez, hiszen neki ez az egyetlen erénye. Ez az, amit a nagy nem tud megcsinálni, nem tud gyorsan hirtelen fordulókat elérni. És ugye Darwin bácsi is ezt mondta, hogy nem a legerősebb, meg a leggyorsabban futó, hanem az, aki a leggyorsabban tud alkalmazkodni a környezetéhez, az fog túlélni. Tehát röviden, aki tud tanulni, azt senki nem állítja meg, aki nem hajlandó tanulni, annak senki se tud segíteni. Ez egy jó kis aforizma, szerintem ez egy olyan szólás, amire érdemes emlékezni. Hát, ahogy az előbb is elmondtam, nem akarom ismételni magamat, tehát a termékkel kell kezdeni, a terméknek az értékajánlatát kell minél inkább az adott piacra összpontosítani. Utána kell elkezdeni építeni a csapatot és magát a formális startupot. De aztán van egy olyan, ez általában akkor szokott jönni, amikor kitalálják a terméket, és a terméknek úgy néz ki, hogy van is traction-je, és igazából kell az ügyfeleknek, ekkor jön be igazából a valóság, hogy a distribution hol van. Tehát hogyan fogja elérni valójában az ügyfelet. Ez az, amiben nagyon sokan el szoktak bukni, az ötlet jó lehet, az értékajánlat jó lehet, a termék és a csapat is, és hogyha nincsen disztribúció, akkor nincsen semmi. A másik, amit nem szoktak nagyon szeretni, de én azért hadd mondjam el, hogy szerintem egy nagyon-nagyon előnyös műfaj, az a másolás. Nem tudom, ki ismeri ezt a három fiatalembert, a Sumner Brothers-t Németországból, ők a Rocket Internetnek a tulajdonosai, rendkívül kíméletlen vállalkozók, rendkívül gyorsak, tehát a gyorsaság alatt azt értsétek, hogy a tervet reggel elfogadják és este számon kérik. Tehát rendkívül gyorsak. Ez a másik fiatalember, ez egy németül nem jól beszélő lengyel fiatalember, aki jelenleg a konkurenciájuk a Team Europe néven. Ők mind a ketten azzal foglalkoznak, hogy már működő ötleteket másolnak. Nem hajlandók eredeti ötletbe befektetni, csak másoltba. Ami egyszer valahol már működött, azt fogják meg és ültetik át német vagy német nyelvterületi környezetre. Mennyit érnek a cégek? A Team Europe az jelenleg másfél milliárd dollárt ér piaci egyetértés alapján, a Sumner Brothers pedig most ment IPO-ra 5,5 milliárd eurós értékkel. Semmi más nem csinálnak, csak másolnak. Soha nem volt egy eredeti ötletük még. Én azt gondolom, hogy nagyon sok magyarországi startup még ott tart, hogy jó lenne megtanulni a simán csak egy üzletet építeni, jó lenne megtanulni először ügyfeleket szerezni, ügyfelekkel beszélni, megtanulni mi az, hogy sales, megtanulni mi az, hogy értékajánlatot ténylegesen leszállítani az ügyfeleknek. Jól van, Imre, de ugye ez igazából működik-e, ez a fajta megoldás? És akkor nézzük meg, hogy van erre példa. Most itt fölrajzoltam a 15 leggazdagabb embert a világon. Lehet, hogy nem feltétlenül lehet kivenni a hátsó sorokból. Hát jó sok ember van benne. Nem tudom, hogy megfigyelitek-e, hogy itt a jobb oldalon van egy csomó olyan ember, akinek ugyanaz a neve. Christy Walton, Jim Walton, Alice Walton és Robson Walton. Mindegyiküknek körülbelül 34,5 milliárd dollár a nettó értéke. Hogy lehet ez? Hát úgy lehet ez, hogy ők mind leszármazottai rokonai és gyermekei egy bizonyos Sam Walton bácsinak, aki annak idején a Walmart nevű céget alapította meg. A Walmartról szerintem mindenki hallott már.
Tudjátok, hogy honnan indult a Walmart? Innen. Ez volt Sam Walton bácsi első boltja, 1970-ben nyitotta meg, 14 évig semmi más nem csinált, csak ezt az egy boltot, és mindent mért. Tehát ő akkor használta a metrikákat, amikor még senki nem tudta, hogy a metrika fontos. Kitette az esernyőket a bejáratnak a bal oldalára, mérte, hogy hányan vesznek belőle. Kitette a jobb oldalra, mérte, hányan vesznek belőle. Levitte 20 centet, fölvitte 20 centet az árat. Mindent mért. 14 év után azt mondta, kész vagyok, mindent tudok az amerikai vásárlóról. És így is volt. Azóta ugye a Walmart, arra nem kell szerintem sokat mondani, hogy a Walmart a világ legnagyobb cége, gyakorlatilag annyi ember foglalkoztat a Walmart, mint egy ország. Hihetetlen erőt képvisel az amerikai gazdaságban. A legutóbbi statisztikák szerint minden 20. amerikai már dolgozott valaha a Walmartnak, minden 10. dolgozott már a McDonald'snak. Tehát a Walmart, amelyik nem egy 100 éves cég, csak 30-40 éve létezik, igazából ilyen méretben 20 éve, be tudta söpörni az amerikai retailt, és a világ legértékesebb cége lett úgy, hogyha összeadtuk volna azt annak a négy embernek a nettó vagyonát, akkor messze több lenne, mint Bill Gatesnek. Miért? Miből csinálták ezt a pénzt? 2%-os profitból. Tehát a Walmart 2% profitot keres minden egyes tárgyon. Csak borzasztóan sok tárgyról van szó. Tehát ezt az internet előtt is csinálták már, ugye ezt hívják igazából lean-nek gyakorlatban. Tehát ő lean módon fejlesztett, nem feltételezett semmit az ügyfélről, mindent lemért, mindent az óra előtt, a tényleges, valós piaci visszajelzés alapján hozott meg minden döntést. A másik nagyon-nagyon nagy újítás, amit a Walmart csinált, és lehet, hogy ezt kevesen tudják, a Walmartnak nincsen raktára. Azért nincsen raktára, mert a raktár az kényelmi funkciónak számít a Walmartnak. Tehát a raktárban ne legyen semmi, mert azt ott nem lehet eladni semmit, az csak egy fölöslegesen bérelt terület, minden legyen kint az eladótérben. Innentől kezdve nagyon-nagyon hamar látszik, és fájdalmasan hamar látszik, hogyha valami kifogyott. Soha nem fogy ki semmi. A Walmartnak a raktárai hol vannak? A teherautókon. Folyamatosan mozog a raktár. A teherautón van a raktár, és a Walmart központjából, ami körülbelül úgy néz ki, mint egy ilyen NASA irányító központ, meg el tudják dönteni, hogy most balra vagy jobbra kanyarodjon a teherautó egy kereszteződésbe, attól függ, hogy azokra az árukra a bal oldali vagy a jobb oldali Walmartnak van nagyobb szüksége, és ezt csinálta már 1998-ban is. Tehát már akkor így kommunikáltak a teljes rendszerben. Tehát nem az internetnek a jellegzetessége az, hogy a Lean Startupot lehet üzemeltetni, ez mindig is velünk volt, csak lehet, hogy kisebb volt a PR-ja. A lényege annak az egésznek, tehát amit el akarok mondani nektek, bármilyen formában, vagy projektet, vagy startupot akartok építeni, vagy céget akartok építeni, a feltételezéseket engedjétek el, és csak tényekbe bízzatok. Baromi nehéz beszerezni a tényeket, de ha ráéreztek az ízére, akkor mérföldekkel lesztek a konkurencia előtt, és minden befektetőnek sokkal jobban fog tetszeni, mint a befektetéseknek a finanszírozása. Hát itt röviden összefoglalom azt, amiről eddig is beszéltem. Ez inkább ezen nem szaladok végig, mert ez tényleg csak egy összefoglaló. Amit én ajánlok nektek, hogyha érdekeltiteket a Lean Startupnak a köre, akkor mindenféleképpen a Steve Blank professzornak a könyvét, videóit nézzétek meg a Lean Launchpadről. Ezek mind ingyenesek természetesen. A Lean Startup könyvet természetesen a HVG kiadásában, ez a reklámhelye. És hogyha valakit érdekel, a Customer Discovery, tehát az ügyfélfelfedezésnek a metodológiája, akkor én szívesen elküldöm, tehát akkor írjátok nekem e-mailt, és akkor elküldöm nektek, hogyan kell igazából ügyfélfelfedezéssel foglalkozni. Ezt nem tehetem ki az internetre, de a Steve Blank megengedte, hogy így osszam az érdeklődők között az információt. És hogyha valakinek valamilyen egyéb elérésre vagy információra van szüksége, akkor itt vannak az elérések, a Twitter-nek találjátok ki.